A dal, ami már életet is mentett. Ennek segítségével tanulták meg az óvodások és a kisiskolások a 112-es telefonszámot. A díjnyertes oktatási kezdeményezés célja, hogy minél többek figyelmét felhívják a stroke tüneteire és arra, hogy időben kell cselekedni. A Mindszenty iskola diákja már bebizonyította, hogy jól elsajátította a mesehős képzéseken hallottakat. Megtanultam, hogy a 112-vel minden segítségnyújtó embereket lehet hívni, és ezúttal, tehát, hogy jöttünk haza az unokatestvéremektől, és akkor láttunk egy nénit, akinek kiállt a csont a lábából, és akkor kim volt a feje az úton, és anya kiszállt, meg megmondtam neki, hogy mi a mentők száma. Benedek és az osztálytársai Tótné Koller Máriának köszönhetően ismerkedhettek meg a programmal. Az intézmény védőnője 3 éve került kapcsolatba a Mesehős projekttel, és azóta is töretlen lelkesedéssel tanítja a fiatalokat a megelőzés fontosságára. Nekem nagyon szívügyem az első segélynyújtás oktatása, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy már pici korban megtanítsuk, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha baj van, hiszen akkor természetessé válik, hogy majd segítséget kérnek, és az is, hogy mit kell tenniük. Ez a mesehős képzés 3 generációt szólít meg, megtanítjuk a pici gyerekeknek, hogy mik a stroke tünetei, mit kell olyankor csinálni, és a mentőhívást. A kezdeményezés fontosságát jelzi, hogy egyre több ország csatlakozik hozzá. A díjátadónak az előzménye az egy nemzetközi konferencia volt, amit Athénba tartottak meg, és ott díjazták a 20 ország résztvevőit, illetve jelöltjeit. A Mesehős program továbbra is nyitott. Ennek megfelelően várják azokat az iskolákat és szakembereket, akik hozzájárulnának a további sikerekhez, de legfőképpen az életmentésekhez.